Nekem ez jelenti a világot. Az ápolom, az anyukám, a betegségem. 18 éves vagyok, és még sosem voltam odakint. Ugyanis valószínűleg nem élném túl. Jó estét, ezt anyu sütötte. Isten hozott titeket. A lánya itthon van? Nem, nincs. Látom, sokat cseteltek, és az ablakon keresztül lesítek egymást. Kedves srác! És ha beszélek vele, olyan, mintha odakint lennék. A sikerkönyv alapján. Itt van. Ki van itt? Teljesen más vagy, mint amilyennek hittelek. Szexibb, igaz? Mi történne, ha kimennél a szabadba? Valószínűleg kimúlnék öngyulladásban. Itt hápas szűrők vannak, a szabadban meg vírusok és baktériumok. Hova mennél, ha lehetne? Az óceánhoz. Azt még sosem láttam. Újra látni akarlak. Biztos, hogy jól vagy? Egyenesen, tökéletesen. I'm standing still. Ez mindig ugyanilyen. Sosem ugyanilyen. Nem te döntöd el, hogy mi a jó neki! Most menj el! A barátnőm volt. Vigyáznia kellett volna rád. Ez a fiú nem jöhet ide többet. Medi, minden óceán megértemli, hogy lásd. Kedves anyu, tudom, hogy azt tart életben, hogy be vagyok ide szárva, de ez nem élet. Én szeretnék megtapasztalni mindent. Mindent. Medi, mit művelsz? Menj vissza a házba! Nem, Oli, tudnom kell, tényleg beteg vagyok-e? És ez csak úgy derülhet ki, ha kijavak. A Mielőtt megismertelek és a Ha maradnék alkotóitól. Tégy kockára mindent. Medi, mi a baj? Tönkre teszem az életedet. Az én életem sokkal jobb, mióta benne vagy. A szerelemért. Meglin, csak te vagy nekem, nem veszíthetlek el. Én bármit hajlandó vagyok feláldozni, ha egyetlen napig igazából élhetek. Minden minden. Hamarosan a mozikban.